Csábító illatok fogadták a Székelyszabarra érkező vendégeket az adventi időben. A német önkormányzat beiglisütő versenyt hirdetett a helyieknek és a környék lakóinak egyaránt. A sváb konyháról köztudott, hogy egyszerű, mivel olyan alapanyagokat használtak fel, melyeket a magyarországi németek maguk termesztettek. A hideg időszakban elsősorban azokat a zöldségeket, gyümölcsöket és egyéb terményeket használták, melyek jól elálltak a pincében vagy a kamrában. És hogy mit csináltak velük? Például beiglibe töltötték azokat. Először is megcsináljuk a tésztát, azt összekeverjük, recept szerint, és utána pedig a tölteléket állítjuk össze. Addig pihen a tészta, és utána kezdődik a nyújtás. Tehát kinyújtjuk, és különböző töltelékekkel pedig megtöltjük. A lényege az, hogy az ember normálisan hozzájön egyáltalán, meglegyen a megfelelő alapanyag, és ami nagyon fontos, hogy szoktassuk meg a gyerekeket, unokákat ahhoz, hogy ők is megtanulják, mert hiába csináljuk mi, nagymamák, ha utánunk nincs már senki, aki csinálja. Az eredeti beigli az csak diós meg mákos volt, mert ugye a parasztoknak régen csak ez volt, tehát simán nem csináltak most mint például almát, gesztenyét, meg minden mákos vagy kakaósat. Hát régen ilyesmi nem volt. Úgyhogy mi most úgy gondoltuk, hogy mi a régit csináljuk, a hagyományost, és a két unokám segített, illetve én csak asszisztáltam, mert ők csinálták az egészet. Tudomásom szerint ez sváb eredetű, tehát régen a szüleimnél, nagyszüleimnél is csináltuk ugyanezt még. Nagyon sokszor, például a szüretre is nagyon sokszor csinálni, vagy amikor régen volt az aratásnak a befejezés, akkor volt ugye aratási buli, akkor az aratásnál, tehát nem kimondottan csak karácsonyra. Voltak azonban olyanok is, akik nem a hagyományos töltelékekkel dolgoztak. Mi csináltunk, ami úgymond ilyen nem megszokott, sütőtökös narancsos beiglit, mákos beiglit csináltunk még, diósat, és gesztenyéset még, igen, gesztenyés rumosat. Ez most a vége, először ugye megkentük tojássárgájával, aztán kitettük egy picit a hidegre, és most ugye a végén fehérje következik még, és ez a vége, aztán megy a sütőbe. Nekünk van egy sajátos receptünk, ez majdnem egy ilyen hagyományos, kicsit zsírosabb tészta, kell tészta, élesztőből áll, hidegen keletjük, hidegen tároljuk egy-egy jó két óra hosszát igazság szerint, és utána egy 20 percet melegen, és akkor úgy sütjük. Most nekünk többfajta töltelékünk van, például olyan, hogy mák, narancshéj, citromhéj, vanília, cukor, és a mágva szilvalekvár, és akkor csináltunk diós, az is narancshéj, vaníliacukor, fahéj, citromhéj, porcukor, és leforráztuk egy pici kis tejjel, és akkor az egyik felébe tettünk rumot, a másik felébe meg egy kis mazsolát. A beiglisütő verseny is jól tükrözi, hogy nem csupán a nyelve, de sajátos konyha művészete is fontos kincse egy nemzetiségnek.